A baleset után én még 4 napig a patológiára jártam, mert valójában akkor még én is bort ittam és vizet prédikáltam, mert ugyanazt hittem valószínű, mint a motoros cimborám, hogy jó minőségű ruházat van rajtam, és mi baj lehetne, hiszen én vezetem, én uralom, professzionális motoros vagyok. Én 32 év után tettem le a motort, nem 26 év után, és nem úgy, ahogy ő. És az ő balesete vezetett rá arra, hogy valójában az a védőruha, amit a versenyzők, mint reklám emberek adnak el nekünk, ezekben az ütközésekben hullazsáknak megfelelőek esetleg. De a test ugyanúgy szétszakad benne, csak nincs szétrepülve, nincs darabokba, és döbbenet volt számomra, hogy a vastag állati bőrön semmit nem látok. Alatta meg szét van szakadva minden. És amikor a nyugdíj előtt álló patológus kihúz egy testet a 2 fokos hűtőszekrényből, és ilyetten hátralép, és döbbenten teszi fel a kérdés, hogy Zolikám, mi ez? És megfogom a vállát, és azt mondom neki, hogy ilyen, amikor sejtszinten semmisül meg egy test, mert 75 méter per szekundumnak a pillanat alatti megszűnése az ezt okozza. Ott a baleset helyszínén egyetlen egy család lakik, és a Dada, óvodába dolgozó Dada, kint van a kertbe a balesetkor, és azt mondja, hogy amikor a motor hangját meghallotta, már akkor érezte, hogy baj lesz, de mire fölegyenesedett, már minden lezajlott. És mit mondott? Mintha egy ollóval elvágták volna a motor hangját, de azonnal jött a robbanás, tehát valójában a reakcióidőn is akkor kezdtem igazán gondolkodni, hogy annyi ideje volt a motoros cimborámnak, hogy visszavegye a gázt, a fékre lehet, hogy rányúlt, de már nem tudott lassulást produkálni, becsapódott az autóba. És megpróbálom méterenként lefejteni rólam a 27 áldozat emlékére, akik a közel ismeretség körömből oda lettek, ezeket a héjakat, legyen valamilyen szinten a léleknek a szimbolikája, mert amilyen szeles időt fogtunk ki itt a napokban, nem volt ilyen szerintem, bármelyiket fölkaphatja a szél. És ők már nem láthatók, és a balesetek is az emberek szemébe így folynak össze, ahogy rajtam a mellények. Mert minden nap a tévébe itt halt meg valaki, ott halt meg valaki, de nincs magyarázat, nem is szabadna így bemutatni ezeket az eseményeket, hanem ilyen nagy baleseteket nagyon professzionális módon feldolgozni, és egy órás műsorba, fő műsoridőbe megmutatni az embereknek, hogy veled is megtörténhet. Mert ez a VNTM vírus, ez a legveszélyesebb. Mert én is azt hittem, hogy velem nem történhet meg, de bárkivel megtörténhet. Főleg aki azt a jobb csukló mozdulatot, vagy a jobb láb mozdulatot úgy teszi meg, hogy nem gondolja át, hogy gyermekek ülhetnek az autóba, a másik járműbe, vagy lehet, hogy a saját baráti köréből, saját családjából utazik ott valaki. És most jön egy bárdis autó. Egyrészt ennek is szentelünk majd. Fogalmuk sincs az alkunk menőnek, hogy menőknek, hogy mi mit csinálunk itt. Ami engem megfordított, hogy ott ült mögöttem az APEC nyomozó lánya, és 150-nel kanyarodtam, amikor egy autó majdnem befordult elénk, és 100-ra tudtam lelassulni, és ezért mondtam az első részben, hogy megkaptam a kegyelmet. Mert olyan világ szégyene lett volna, hogy én ugyanazt megteszem a lánnyal, ami az anyával megtörtént,
vagy hogy annak a főrendőrnek a házától pár száz méterre esélyes volt egy 160-as ütközés, aki motoros hittérítőnek nevezett el, és akkor gondolkoztam el, megoldottam a szitut. A part közepén lévő beláthatatlan kanyarba 160-nal érkeztem, és egy sötétzöld Opel Astra kombi állt az úton. A sáv közepén néztek valamit. Szembe megjött a busz. És 160-ról 70 km per órára tudtam fékezni magam, úgyhogy csapkodott alattam a motor, de nem versenymotor volt, egy magas kormányos motor volt, és portkipufogót hangoltam éppen. És a busz eljött, és kibírtam kerülni az autót, tehát pont azt a 25 métert fogyasztottam el fékezéssel, amennyivel mehettem volna. Itt pedig a 25 méter helyett 75 méter per szekundummal érkezett a motoros cimborám. Tehát ennek a távolságnak, amiket a mellények fednek, a háromszorosát tette meg másodpercenként. Lehántottad magadról az emlékeket. Segíteni fog. Mert lehet, hogy búcsú is ez, mert egyébként meg Angliába készülök, mert nagyon-nagyon földarált, ami küzdelmem benne van ebbe az utolsó 10 évben. A küzdelem nem esik. Olyan szintre emelkedtél, amivel tanítasz. Megtapasztal a dolgaiddal, tanítani fogsz. Barényi Béla technikával foglalkozott, én az embert próbálom javítani. Próbálok egy olyan erkölcsi tanítást adni, amit én nem kaptam meg apámtól. Most nagyon köszönöm neked, Attila, hogy ebbe így belevittél, mert ez emésztett, és hiába van a hátam mögött fél ezernyi rendezvény, igazán így lehet sok embert elérni. És nagyon köszönöm neked.